az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Ó Uram, segíts meg! Ó Uram, adj jó előmenetelt! Áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk titeket az Úr házából. Az Úr az Isten, ő adott nekünk világosságot. Istenem, te vagy az én Uram, hálát adok neked. Istenem, magasztallak téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mennyei atyánktól, és a mi megváltóunktól, az Úr Jézus Krisztustól, benne és általa váltott meg minket. Az örökkévaló Isten atyáinktól örökölt hiába való természetünkből. Övé a dicsőség, az erő, a nagyság és a hatalom most és mindörökké. Magasztaljuk minden Isten tiszteletünk kezdetén énekelésünkben az örökkévaló Istent, a 331. dicséretünket keressük meg, annak az első verse így kezdődik. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna, zeng e kiáltás előtte, utána. Seregét. Ő tudja, hogy jön a szenvedés. Szenvedés vár rá, a tanítványok nem értik Uruk áldozatát. Elárulják, megcsúfolják, leköpik. Követőit kétségek sora gyötri. Sokan politikai mesiást vártak, s Jézusban egy győztesre várnak. Vereség, nyalázat, halál, lehetetlen végállomás. A győztesnek járó hozsánna, a Szamáron érkezőt imádja, áldott, aki jön az Úr nevében,
köszönti őt az ünneplő tömeg, mert amikor a városkapuhoz közeleg, a vallási vezetők haragja gerjedez. Jézus megtisztítja a templomot, de a szíved templomába is bekopog. Újjáteremt lelke és ígéje, úgy lesz jelen életedben az a béke, amelyet ő vérén szerzett neked, hogy majd Isten országába bemehess. Hallgassuk tehát a Furulya zenekart, utána pedig kis elsőseink, iskolánk apróságai fognak a virág vasárnapi események felidézésével, verses énekes formájával szolgálni nekünk. Thank you.
határnak és a rongyosoknak. Mindenki tudja már, hogy érkezel a gyermekkor, hozsánát énekel. Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban. Boldogan ünnepellek szívemben, Krisztusom, és vágyakozom országod után, melyet magaddal hozol. Te, aki gyermekek lelkesedése és bátor hitvallása által szereztél magadnak dicsőséget, és érkezésedre gyógyulást hoztál a nyomorult szenvedőknek, és szent templomodat megtisztítottad a szentségtelen haszonlesőktől,
szent lelked által úgy formálját, olyan tiszta lelki templommá szívemben, hogy felöltvén neked minden fegyveredet megállhassak a hétben. Tedd templomaidat valóban imádságházaivá a föld egész teljességén, hogy azokban rendelésed szerint lélekben és imádságban tiszteljenek téged. Templomaidban várják mindenek Krisztus eljövetelét, hogy minél előbb jöjjön el a te országod. Amen. Nagyon ügyesek voltatok, köszönjük szépen a szolgálatot. Én már azon is gondolkoztam, hogy amikor bejöttem a templomba, én ennyi rész voltam, de azzal ti meg tudtátok oldani ezt a nagy feladatot, és bizonságot tudtatok tenni a szolgálatotokkal így, akkor most már csak ennyi rész gondolom. Gratulálok nektek, nagyon ügyesek voltatok, köszönjük szépen, hogy elénk hoztátok a virágvasárnap igazi dicsőségét és örvendezését. Az volt a legjobb, amikor jöttetek befele, és el tudta az ember képzelni, hogy tényleg valami ilyesmi lehetett. Örjöngött a tömeg, jött az Úr Jézus Krisztus, mindenki örült. Hát köszönjük szépen, Isten áldjon meg további munkátokban, tanulásatokban, szolgálataitokban, és családaitokat is. És most e helyről is tolmácsolom, de majd a hirdetésében is jó reménység szerint elhangzik, hogy az Isten tisztelet után a kis elsőseink, szülei, tanárai előkészítettek szeretett vendégséget, úgyhogy mindenkit várunk majd az iskola ebédlőjében sok szeretettel asztali közösségre is. Az ige meghallgatására és hirdetésére készülve a 464. énekünket énekeljük el, annak az első és a harmadik versét. A 464. énekünk, amelyet már kisgyermekek felvezettek, Jöjj királyom Jézusom, szívem íme megnyitom. Beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben. Legyen a mi Urunké a dicsőség, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Hallgassátok meg bizonságtételem alapigéjét Máté írása szerinti Szent Evangéliumból. A 21. fejezet 6. versétől a 9. versig ekép. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült.
A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját. Mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsánna a magasságban. Amen. Foglaljuk el helyünket. Szeretett hozsánnát kiáltó ünneplő gyermekek, szülők, gyülekezet. Böjti virágvasárnap van. Dr. Fekete Károly püspök urunk nemrég az interneten is megjelent, s körbejárt elmékedésében megemlíti, hogy a régiek azt mondják a böjti időre, hogy a böjti idő az a szent tavasz, amely Krisztus kereszt halálából támad, és új életet kínál. Hát milyen felséges leírása ez annak az időszaknak, amelyben éppen vagyunk. Ebben az időszakban ugyanis az ember gyakorolhatja magát a magába szállásban, a tisztázódásban, a helyes arányok megtalálásában. Ezt a felismerést fejezi ki Keresztelő János mondata is. Neki, mármint Krisztusnak, növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. A kisebbé léte leckéjével azonban egyetlen egy problémánk van, hogy nagyon nehéz feladat. Hiszen az emberi természettel abszolút ellentétes a kisebbedés, az alázatra jutás. Mivel sokkal több bennünk, most mondhatnánk a nyakasság, a keménység, a többet mutatás, a nagyra törés. A bőjben azonban kisebbednünk kell, hogy Krisztus által felmagasztaltassunk. Sajnos emberi viszonylatban az a legnagyobb, aki az egészen nagyokra is rá tudja kényszeríteni a maga akaratát. Viszont Isten országa értékrendjében az a legnagyobb, aki az egészen kicsiknek is tud szolgálni, és alá tudja rendelni akaratát az ő érdekeiknek és szükségeiknek. És ki más jobb példa erre, mint maga Jézus Krisztus. Ő azt is mondhatnánk, hogy a megtestesült, alázatos, messiás király, aki, ahogyan a Filippi levél is mondja, Isten formájában lévén nem tartotta zsákmánynak azt, hogy egyenlő az Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, és hozzánk hasonlóvá lett, és emberként élt közöttünk. Jézus egész föld életében, legalábbis azt mondhatjuk, hogy a nyilvános munkásságának 3 éve alatt, mint a korabeli Palesztina, Galilea, vagy éppen Názáret szegény emberei gyalogját. Erre mondja az egyik régi közmondásunk, hogy Jézus az apostolok lováját, vagyis a két lábát, gyalogosan. Az egyszerű emberek sokat jártak gyalog abban az időben is. De emlékszem arra is, amikor nagyapámmal beszélgettünk és meséltem, hogy bizony még az ő korában is, még ő maga is, amikor fiatalabb volt, nem egyszer volt, hogy sokszor megterhelve 10-15 kilométert is gyalogolt, hogy elérjen az egyik falukból a másikba, vagy hogy egy nagyobb városba. És azon gondolkoztam, hogy Jézus ugyanezt csinálta. Jézus osztozott az akkori szegény embereinek közlekedési szokásain. Gyalog ment mindenhova. Az apostolok lován járt. Azonban virágvasárnap történik valami más. Az ő személyének méltósága ragyogott fel azzal, hogy nem gyalog, hanem szamárháton vonult be Jeruzsálembe.
Bár jól tudjuk azt, hogy azért tanítványai csalódnak Jézusban. Mert ők abban reménykedtek, hogy a messiás király majd lovon, és nem Szamárháton fog bevonulni az ősi Szentvárosba. Hát gondoljunk csak bele, hogy ez legalább olyan csalódásként érhette őket, mintha ma egy államfő luxusautó helyett Trabantból szállna ki az aktuális helyszínen. De tudjuk azt, hogy a hatalom sajnos ebben a világban, és ott és akkor is, mindig is pompával és erőfitoktatással járt és jár együtt. És már akkor is, abban az időben is ezzel járt. Jézus azonban egy olyan országot képzel el, és egy olyan országot épít, és egy olyan országot képvisel, amelyben a lelki szegénység és szelídség vállalása. Az Istennek való teljes odaadás a győztes valóság. Mert ez az, amire az Úristen is azt mondja, hogy igen, ez kell nekem. Ez az az okos istentisztelet, amit elvárok tőletek. Hát szeretett testvérek, nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy a hozsánna szó régen segítséghívó kifejezésként szolgált. Régen, amikor valaki azt mondta, hogy hozsánna, akkor Jézus előtti időben azt jelentette, hogy segíts meg, szükségem van rád. És Jézus korára dicsőítés egyik formája lett, amelynek már ez lett az értelme, üdv, dicsőség. Azt mondja az ige, hogy az, aki Isten nevében az áldást hozza, annak legyen dicsőség. És az Úristennek szint úgy, aki adja az üdvöt nekünk. Hát ezért lehetett az, hogy Jézus ennek értelmében úgy üdvözlik pálmágakkal, mint aki már győzött. Azonban ez az esemény, jól tudjuk, hogy a húsvéti győzelemmel fog értelmet nyerni. Számunkra pedig az Új Szövetség embereinek azt mondja, hogy mindenkire vonatkozik az üzenet, áldott, aki jön az Úr nevében. Mindenkire, aki az ő nevében lép be az Isten házába hálát adni és örvendezni. Szeretett testvérek, a virágvasárnap egy olyan nap ott Jézus idejében, amelyen zarándokok százai vannak jelen a Szentvárosban. Így a Jézus dicsőítő zarándokok, akik megismerték az ő nagy messiási tetteit, nem tekinthetők, azt is mondhatnánk, hogy arc nélküli embereknek, vagy arc nélküli tömegnek. Ők Krisztus arcai, akik zengik a hozsannát. És én azt hiszem és vallom, hogy ma, itt, mi is ilyenek vagyunk. Mi vagyunk a Krisztus arcai, akik igenis akarják 2019-ben is zengeni a hozsannát. Sok Bibliát nem ismerő ember szívében nyert szellemes megállapítást az a mondás, hogy a tömeg egyik nap hozsannát kiált, a másik nap meg feszítsd meget. De fontos tudni azt, hogy akik Pilátus előtt Barabást választották, nem a galileai vagy a júdeai zarándokok voltak, hiszen ők felismerték a Krisztust. Ők szívből mondták azt, hogy hozsanna, hanem a főpapok által pénzelt jeruzsálemi csőcselék. A nagy kérdés ma az, hogy te, kedves testvérem, hova és kihez szeretnél tartozni? Én kívánom azt, hogy legyünk követői Krisztusnak, akik felismerik a messiást a virágvasárnapi Jézusban. Azt a messiást, aki az örök élet elhozója. Mert bár végigmegyünk vele az úton, eljön majd a nagypéntek, a szomorúság ideje, a halál ideje, de eljön a húsvét is, és vele együtt fel is támadunk az örök élet húsvétjára. Kísérjen hát el bennünket Isten szeretete, hogy tudjunk háladó és örvendező, odaszentelt életet élni egymás javára és Krisztus dicsőségére. Amen. Hajtsa meg fejünket, emelj fel szívünket és fohászkodjunk. Áldott, aki jön az Úr nevében.
áldunk és magasztalunk, Urunk Jézus, hogy Te mindig közeledsz hozzánk. Köszönjük, hogy bejössz, amikor nagyon magunkba zárkózunk, és feloldod keserűségünket. Köszönjük, hogy bejössz otthonunkba, ahol sokszor nagyon távol vagyunk egymástól, és közel hozol egymáshoz bennünket. Köszönjük, hogy bejöttél most is a templomunkba, és alkalmat adtál, hogy találkozunk vele, és általad pedig közösségünk legyen egymással. Áldott légy, Szent Háromság Isten a magasságban. Áldunk téged, mert Jézusban minden ígéreted beteljesült. Az ő halála engesztelés a világ minden bűnéért. Az ő feltámadása élet minden élőnek. Az ő dicsősége, ami egyetlen reménységünk. Hogy amikor eljön dicsőséges megjelenésének ideje, a teremtett világ is megszabadul az Isten fiainak szabadságára. Egyedül tiéd legyen a dicsőség és áldás most és mindörökké. Amen. Imádkozik együtt is az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk ellenünk vétkezőket. És ne vigyünk minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felnőtt keresztségre készüljünk a 329. énekünk második versének eléneklésével. A 329. énekünk második verse így kezdődik. Nem éltem még a földszínén, te értem, megszülettél. Imádságos szívvel várt és fogad titeket az Atya, Fiú és Szent Háromság Isten nevében köszöntünk, és kívánjuk, hogy az az elhatározás, ami Isten szeretete által bennetek elindult, felébredt, az áldássá válasson most a keresztség, fogadalomtétel, a gyülekezet közösségébe való beiktatódás által. Hallgassa meg a gyülekezet, miként rendelte az Úr Jézus Krisztus a keresztség szentségét. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe,
Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A reformátori egyházakban két szentséget, sákramentumot tartunk számon, a keresztséget, amit csecsemőként, gyermekkorban a szülők hitére is ki lehet szolgáltatni, és felnőttként vágyakozva, Istenhez közelebb jutva őt megismerve, önként vállaltan, nagykorban is lehet gyakorolni és részesedni benne. A keresztség, a sákramentum lényege, üzenete ennyi, Jézus Krisztus rendelte. Nem papi hagyomány, nem egyházi tradíció, Jézus Krisztus rendelése, parancsa, hogy tetszik. Tehát nem teszünk mást mi most mindnyájan, mint engedelmeskedünk az Úr Jézus Krisztusnak. És ez az engedelmesség azt jelenti, amit a szentség, a szent szó Isten számára fenntartott. Ha úgy tetszik, átengedem az életemben a parancsnokságot az Úr Jézus Krisztusnak. Ezt próbálgatjátok ti most. Erre készültetek, ez soha nem egy pillanat alatt történik, bár csodaként van, aki erről számot tud adni, hogy egy pillanat töredéke alatt megváltozott az élete a Szentlélek által, de általában ez egy folyamat. Folyamat, amiben az történik, hogy igent mondok Jézus hívó szavára, kövess engem, elindulok vele, botladozom, vergődök, de tart az ő keze. Soha nem vagyok egyedül. És ezt a csodát hordozza a Jézusi parancs, amikor így fejezi be, hogy ha ti engedtek nekem, megkeresztelkedtek, megkereszteltettek, elvégzitek a szolgálatot, tanítotok és növekedtek, akkor átélitek, hogy íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát mi oda szenteljük az életünket neki, átadjuk a parancsnokságot, és észrevesszük, hogy nem vagyok soha többé már egyedül, mert velem van az Úr. Ezzel a reménységgel szolgáltatjuk ki most a keresztség szentségét számotokra, és kérjük azt, hogy a gyülekezet fennállva velünk együtt tegyen vallást a hitéről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Atyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Miután vallást tettetek a ti hitetekről a gyülekezet közösségével együtt, tegyetek nyilatkozatot, válaszoljatok a következő kérdésre. Készek vagytok-e elfogadni Isten szövetségét és a Szent Keresztség által a keresztjén Anyaszent Egyház tagjává és Jézus Krisztus követőjévé lenni? Szentlélek segítségét kérve, igen.
És most szolgáltassuk ki a keresztség sákramentumát. És a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Úgy is jó. Gergő, ugye? Így. Gergő, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Attila, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Ezért fennállva marad, és így leszünk tanúi az ő fogadalom tételüknek. Miután részesedtetek a keresztség sákramentumában, kötelezzétek el magatokat Isten és a gyülekezet szín előtt Jézus Krisztus követésére és református keresztjén anyaszentegyházunk iránti hűségre. Pénteken este szép számú gyülekezeti közösségben, hitvallásos beszélgetésben szóltatok arról, hogy hogyan ismertétek meg a Szent Háromság Istent és az Úr Jézus Krisztust, és most ez a fogadalom tétel Isten szent lelke által a ti vallomásotok lehet itt ebben a közösségben arról, hogy az ismeret mellé Isten szent lelke az ő áldását, a hit ajándékát is adhatja mindazoknak, akik azt tőle hittel kérik. És most tegyétek a kezeteket a szívetekre, és mondjátok utána a fogadalomnak a szövegét. Én... Ígérem és fogadom, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője, református keresztény anyaszentegyházunknak egész életemben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatkész tagja leszek. Isten ígéje így biztat benneteket fogadalom tételetek után az Úr Jézus szavaival: légy hű mind halálig, és neked adom az életnek koronáját. Most pedig én, mint Jézus Krisztusnak és református anyaszentegyházunknak elhívott szolgája, felhatalmazlak titeket az úrvacsora sákramentumával való élésre, és így a gyülekezet és a szolgáló közösség tagjaivá nyilvánítanak titeket. Most pedig az ősegyházi gyakorlatnak megfelelően kézreltétellel áldást kérünk a ti életetekre. Never.
növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk megismerésében. Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Amen. Keressétek először az Isten országát, az ő királyságát, cselekedjétek az ő akaratát, és minden más ráadásul megadatik néktek. Amen. A presbitérium nevében gondnoktársammal, Erdély Józsefné gondnokasszonnyal együtt szeretettel köszöntünk benneteket és fogadunk a gyülekezet közösségébe. Kérjük, hogy Isten áldása hordozza, vezesse a ti életeteket, és átnyújtjuk az emléklapot, az igei üzenetet és a gyülekezet ajándékát, ami tulajdonképpen egy Biblia, amit reméljük, hogy forgatni fogtok, és így életedek számára is iránytűvé válik. Dicsőség Istennek mindazért, alázzuk meg magunkat és imádkozzunk a következőképpen. Szent vagy örökké, Atya Úristen, ki teremtettél minket, fiadban Krisztusban megváltottál, és a Szentlélek által formálod, neveled a hitünket, neveled életünket, munkálkodsz úgy bennünk, hogy új, jó, ízes gyümölcsöket teremhessünk az Úr Jézus Krisztus által. Szenteld meg a mi testvéreinket, ezt az egész gyülekezetet, otthonainkat, és könyörülj rajtunk, hogy miközben lélekben elkísérünk a Gólgotára, és látjuk, hogy te a mi személyes bűneink miatt halsz meg, helyettünk, érettünk és miattunk, és látjuk a nyitott csírt, a feltámadás örömét, átéljük, és hisszük, hogy találkozásunk lehet veled, a feltámadottal, és akkor lesz igazán új életünk. Könyörülj a betegeken, szenvedőkön, gyászolókon, áld és szenteld meg nemzetünk életét, egyházunkat, könyörülj rajtunk. Amen. Foglalja helyét a gyülekezet. Még egyetlen köszöntő gondolat sorral szeretném a most fogadalmat hívőket megajándékozni. Isten áldjon titeket, akik ma eljöttetek, mert kerestek valakit, aki örömre derít, s vezet,
úton lévő embereket. Isten szín előtt fogadalmat téve jut igazán a tanítvány eszébe, hogy miközben én kerestem a mestert, követőjévé lettem, mert ő előbb érkezett, és megtalált engem. Érettem adta magát a kereszten, hogy bűneimtől megszabadulva ő utána menjek. Vele járhatok, tanácsot tőle kaphatok. Ha elesek, ő a támaszom, s felemel, s utamon tovább mehetek a cél felé, hogy egyszer hazaérkezhessem a mennyei hamba, atyám trónja elé. Szálljunk meg mehetek. Énekeljük el a 398. dicséretünk 4. és 5. versét. A 398. dicséretünk 4. verse így kezdődik: Ő királysága bő áldás, ott van a felszabadulás. Bűneid, eredj el, és többé ne védkezz.
Csütörtökön 4:45-től énekkari próba lesz. Ránk következő vasárnap húsvét első napja, melyen kiszolgáltatjuk az úri szent vacsora sákramentumát. Ezen a vasárnap húsvéti legátusunk Csernák Béla 5. éves teológus hallgató fog szolgálni közöttünk. És ahogy már hirdettük, az első osztályosok nevében szeretettel hívunk és várunk mindenkit az iskola aulájába szeretett vendégségre. És tájékoztatjuk gyülekezetünk tagjait, hogy az elmúlt héten a persejpénz 18.500 forint volt, fenntartói járulékként 30.000 forint érkezett, és adományként 310.000 forint. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztus. Ámen. Záró énekként a 331. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük. A 331. dicséretünk 3. verse így kezdődik. Jézus király és magát annak hallja. Thank you.
dicsőjetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát. Áldott vasárnapot kívánunk mindenkinek. Áldás, bűnösség.